Bár törvény védi a várandós édesanyák állását, mégsem ritka, hogy gyes vagy gyed ideje alatt megszűnik valakinek a pozíciója, vagy nincs foglalkoztatásban, amikor megérkezik a legújabb családtag. Pedig az édesanyákat számos munkajogi szabályzat is védelmezi, amíg munkahelyüktől távol vannak és gyermeküket nevelik. A kismamák esetében az úgynevezett bűvös száma 3. Hiszen a felmondási tilalom, a felmondási korlátozás és a részmunkaidős foglalkoztatás jogi szabálya is védik az édesanyákat. A kismamának a fizetés nélküli szabadsága ideje alatt felmondani nem lehet. Felmondási tilalom alatt áll a kismama. Abban az esetben, ha a kismama a gyermek második életévének betöltését követően úgy dönt, hogy visszaáll dolgozni, ugye ez elég gyakorta előfordul, akkor is a kismamát védelem illeti meg a gyermeke 3 éves korának betöltéséig, ugyanis itt jön szóba a felmondási korlátozás, tehát ebben az esetben a munkáltató csak akkor mondhat fel a munkavállalónak, a gyedről visszatért kismamának, ha az összefüggésben van a felmondás indoka a kismamának a képességével, a munkakörhöz szükséges képességével, a munkáltató működésében rejlő okkal, vagy a kismamának a munkaviszonnyal összefüggésben tanúsított magatartásával. És a harmadik bűvös szó, ez a részmunkaidős foglalkoztatás. Lényeges szabály, hogy a munkáltató felmondását köteles megindokolni. A felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő ok lehet. A munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, indokolt felmondással csak olyan okból szüntethető meg a munkaviszony, amely azonnali hatályú felmondási ok is lenne. Értelemszerűen ez az indok nem merülhet fel, amíg a kismama nem végez munkát. Abban az esetben, hogyha felmondási tilalom alatt a munkáltató felmond a kismamának, akkor ebben az esetben az érintett munkavállalónak, a kismamának joga van a felmondást megtámadni a Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt. Az idő alatt, amíg a per folyik, nyilvánvalóan a gyes és a gyed az továbbra is folyósításra kerül. Azért fontos, hogy a felmondás indoklása megfelelően kerüljön megfogalmazásra, mert amennyiben az nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek, a munkavállaló a jogellenesség megállapítása esetén elmaradt jövedelem címen kártérítésre tarthat igényt, amelynek maximális összege 12 havi távolléti díj.